Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Magyarország Európa része több mint 1000 éve. 1000 éves államiságunk történelme bizonyítja, hogy sok áldozatot hoztak őseink Magyarország függetlenségéért és az európai kereszténységért. 2004. május 1-től lettünk teljesjogú tagjai az Európai Uniónak. A magyar emberek többsége akkor így döntött. Azóta persze tudjuk, hogy egy közösség akkor lehet erős, ha a tagjai is erősek. Tehát az Európai Unió is akkor lehet erős, ha az őt alkotó tagországok, az őt alkotó nemzetek is erősek. Persze érdemes visszatekintenünk egy rövid ideig arra is, hogy valóban az Európai Unió létrehozásának eredeti szándéka Konrad Adenauer, Robert Schuman és De Gasperi akkori Európai Uniós vezetők kapcsán, európai vezetők kapcsán alapvetően a béke és a biztonság volt a szándéka, a szén- és acélközösség létrehozása, majd a közös piac, természetesen a gazdaság együttműködés, a gazdasági növekedés, a versenyképesség megteremtése, és ne feledkezzünk meg a szociális piacgazdaság fontosságáról sem. Napjainkban azonban szomorú látni, hogy már-már olyan aggasztó jelek lelhetők föl Brüsszelben, hogy nem mindenki gondolja így. Sokan elfelejtették a régi értékeket, sokan elfelejtették a keresztény gyökereket. A régi alapértékek és a régi célok háttérbe szorultak, és szinte ma már egyetlen mérce van, ki mennyire migrációpárti. Tisztelt képviselőtársaim, napjainkra sajnos oda jutottunk, hogy aki nem migrációpárti, aki védi a családokat, aki szereti a nemzetét, és aki védi a keresztény értékeket, azt megtámadják. Tisztelt országgyűlés, azért mondom el mindezt, mert valóban történelmi időszak előtt állunk. 100 éve nem látott járvány söpört végig a világban, és ez komoly próbatétel elé állította Európa valamennyi országát és az Uniót is. Egészségügyértelemben is, és gazdaságértelemben is. Főleg azon EU-s tagországokat sújtotta és sújtja nagyon mélyen, akik már eleve rossz gazdasági helyzetben voltak. Elsősorban a déli országokat. A koronavírus járvány okozta válságból való kilábalás egyetlen útja a gazdaság újraindítása. Magyarország példát mutatott ebben is Európa számára, most is. Példát mutatott a járvány elleni védekezésben, példát mutatott a munkahelyek megvédésében, a gazdaság újraindításában, és hadd tegyem hozzá, ami a keresztény demokraták a legfontosabb, a családok védelmében is. Tisztelt képviselőtársaim, Magyarország ismét bizonyított. A magyar kormány az elmúlt 10 évben megmutatta, hogy képes a válság helyzeteket kezelni, orvosolni. Képes volt a rendkívüli dunai árvíz okozta veszélyeket elhárítani. Képes volt a vörösiszap katasztrófa után újjáépíteni Kolontárt és Devecsert. Képes volt az egész európai keresztény civilizációt védelmezni az illegális tömeges migrációval szemben. És képes volt a koronavírus járványt is megfékezni. Honnan ez a képesség, miért és hogyan volt erre képes a magyar kormány? Tisztelt képviselőtársaim, azért, mert szeretjük a hazánkat. Ezért védjük és óvjuk a magyar embereket és a magyar családokat. Ezért dolgozik a magyar kormány az elmúlt 10 évben. Ezért dolgozott és dolgozik a jövőben is. Tisztelt országgyűlés, ezért fogalmazódott meg az előttünk fekvő országgyűlési határozati javaslat is. Kiállás a magyar emberek érdekei mellett. Brüsszel 750 milliárd eurós hitelcsomagot kíván fölvenni. Természetesen Magyarország erre nincsen rászorulva, de nyilván szolidárisak vagyunk más uniós tagországokkal, megértjük az ő súlyos gazdasági bajaikat, és nem akarjuk ezt megakadályozni, hiszen nekünk is érdekünk az európai gazdaság újraindítása és növekedési pályaállítása. De mindenképpen tudnunk kell azt, és tudni kell a magyar embereknek azt, hogy igen, ez egy jelentőségteljes döntés, hiszen 2028-tól indul majd meg csak a hitelnek a törlesztése, és 2058-ig tart. Tehát hihetetlen nagy időtávban kell most felelős döntést hoznunk. Mi magyarok sajnos megtanultuk és tudjuk, milyen nehézség egy ország számára az eladósodás. A baloldali kormányok éppen ezt tették. 2010-re gyakorlatilag államcsőd közeli helyzetbe hozták Magyarországot, a magyar gazdaságot. Ezért engedjék meg, hogy a néhány mondatban is röviden elmondjam azokat a feltételeket, amelyeket az országgyűlési határozatban házelnök úrral és Kocsis Márté képviselőtársammal, frakcióvezető úrral megfogalmaztunk. Ezek a feltételek, ezek fontosak, és mindenképpen támpontot adnak a magyar kormány brüsszeli tárgyalásaihoz. Elsősorban, hogy igazságos legyen a hitelcsomag. Mindenképpen fontos az igazságosság elvének az érvényesítése, hiszen az Európai Unió is erre kell, hogy épüljön mindig is. Tehát a szegényebb országok ne kaphassanak kevesebbet, mint a gazdagabb országok. A gazdasági növekedésre, újraindításra
és a munkahelyek megvédésére kell koncentrálni a hitel felhasználása során. Nagyon-nagyon fontos dolog ez, hiszen ez adja a lehetőséget arra, hogy a gazdasági növekedés beindul, akkor valóban egyrészt az Európai Unió versenyképesebbé válik a világgazdaságában, és ezen keresztül valamennyi ágazatban, valamennyi tagországban forrásbővülés állhat elő, így gyarapodhat minden terület. És szeretném hangsúlyozni, hogy politikamentes legyen. Házelnök úr erről nagyon bölcsen beszélt a felszólásában. Szeretném én is megerősíteni, hogy az elmúlt időszakban nagyon-nagyon szomorú volt azt látni, hogy Magyarországot pont amikor kiáll az európai értékek mellett, pont amikor védelmezi az európai keresztény kultúrát az illegális tömeges migrációval szemben, akkor folyamatosan Brüsszelből kaptuk a hátba szúrásokat és a képmutató megjegyzéseket. Nem szeretnénk, hogyha Magyarországot továbbra is zsarolnák, nem szeretnénk, hogyha fenyegetnék Magyarországot Brüsszelből ilyen típusú kijelentésekkel, és nem szeretnénk, hogyha a jogállamiság kérdéskörében is folyamatosan támadnák Magyarországot. Magyarország egy demokratikus jogállam, és ez a működésében tetten érhető és látható. És továbbra is az Európai Unió erősítésén fáradozunk és dolgozunk, ez látható és érzékelhető. Azt látjuk, hogy ha ezen feltételek teljesülnek, akkor bizakodhatunk abban, hogy az Európai Unió gazdasága újraindulhat, és a gazdasági növekedés is beindulhat. Az biztos, hogy ezen keresztül az Európai Unió anyagi pénzügyi forrásokban ilyen típusú értékek vonatkozásában erősödhet, de engedjék meg képviselőtársam, hogy megjegyezzem, hogy fontos lenne, hogy a klasszikus értékrendben is erősödjön az Európai Unió. Hogyha ismét a keresztény értékek szellemisége, hite hatná át az Unió bölcseinek, vezetőinek a döntéseit, talán ez a szellemiség, hogyha megerősödik, akkor ilyen helyzetben sem tudunk majd, ilyen helyzetben nem kerülhetünk a jövőben, vagy ha kerülünk, akkor még hatékonyabban tudunk majd ebből ismételten felállni és kikecmeregni. Magyarország érdeke az európai gazdaság működésének mihamarabbi helyreállítása. A magyar kormány és az Európa Parlamenti képviselőink Magyarország forrásaért harcolnak, jobb lehetőségek elérésére küzdenek az Európai Unióban a költségvetés, a 7 éves, előttünk álló 7 éves költségvetés kapcsán is, meg az EU-s hitelcsomag elosztása kapcsán is. Ezért én azt szeretném kérni tisztelt képviselő társaimtól, a KDNP ebben mindig is partner lesz, hogy adjuk meg a szükséges támogatást a magyar kormánynak, adjuk meg a szükséges felhatalmazást Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktor úrnak, hogy eredményesen tudjon harcolni a magyar emberek érdekére a jövőben is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.